Üdvözlöm nézőinket! A Globo magazin vasárnap friss adással jelentkezik. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit a megyéből. Ebben az esztendőben 9 csapat gondolta úgy, hogy benevez a harmadik taktamenti Böllér viadalra, amit március 17-én rendeztek meg a helyi sportpályán. Minden csapat kapott egy sertést, amit először szakavatott kezek segítségével leszúrtak, megperzseltek, majd feldolgoztak. Az alkalmi szakácsok a friss, kiváló minőségű alapanyagból toroskáposztát, tepertőt, hurkát és kolbászt készítettek. Kézműves kupa nemzetközi meghívásos fodrász, kozmetikus, műköröm, díszítő, építő és lábápoló bajnokságot rendez a borsodavói Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara március 25-én Miskolcon a Generali Arénában. A hagyományoknak megfelelően a verseny mellett lesz szépségápolással és egészségmegőrzéssel kapcsolatos vásár, illetve különböző szakmai bemutatók is színesítik a programot. Gyógynövényes kozmetikumok, kézműves csokoládé, sajtok, mézes kalács, szappanok, mézek és természetes borok közül válogathattak azok, akik március 16-án ellátogattak a tájai Majlott kastélyba. A Tájáért Egyesület és az Oroszlános Borhotel tulajdonosai úgy határoztak, hogy szerveznek egy olyan gasztronómiai fesztivált, ahol a vásárlás és a kóstolás mellett a csoportos foglalkozások is helyet kapnak. Várjuk Önöket Borsodabaúj Zemplén megye friss híreivel, érdekes riportjaival vasárnap 16 órától. Nézzék adásunkat online honlapunkon a globotv.hu címen. Viszontlátásra!